Mehet? Na, megérkeztünk a Canyonlands National Parkba. Nézd, ott megy egy. Ez az az út. Igen, ez az út. Ó, aha. Hát, hogy durva. Ne nagyon menj arrébb szerintem. Na, szóval ez a Shepherd Viewpoint, Shepherd Canyon Viewpoint. Igen. Ahol vagyunk, és most egy olyan útat nézünk, amivel szemezünk, hogy lemenjünk-e itt. Mert amúgy, ami látszik most, ez nem olyan durva, itt ezen a ponton még, de bedurvul az út a másik pontra. Ahogy talattunk megy. Ja, itt talattunk megy, hát akkor nem is olyan para. Ja. Egyelőre. Itt van az út amúgy pont alattunk, nem tudom, hogy átjön a kamerán. És ott megy végig egyenesen. Itt megy, megkerül ezt a kanyont. Akkor melyik az a része? Hát ott volt, a másik oldal volt a kemény. Ja, és... Ó, és ezt látni fogjuk szerintem, mert ez pont itt megkerüli ezt, ja, és utána ott fölmegy. De elég széles az út amúgy egyelőre. Igen, itt legalábbis úgy néz ki, hogy egész széles. Ez a másik oldalnak a Shepherd Canyonnak, ahol itt egy track, amit az előbb láttunk az úton. Igen. Ami durván néz ki, az ilyen switchbacknek hívják ezeket a... Hát a kanyon oldalában. Minek mondják ezt magyarul? Slalom? Vagy? Nem tudom. Szerpentin. Szerpentin, tényleg. Ilyen, hát elég keskeny, meg szűk, meg durva szerpentin. Hát igen. Kimáltjuk az útnak a többi felé. Mert úgy megy be a kanyon. Na most várjuk a kocsit. Kíváncsi vagyok. Lassan meg kell odaérkeznie. Ja, hát attól függ, milyen gyorsan nyomja neki. Ja, mondjuk igen, a motorosok egy kicsit gyorsabbak voltak. Ja. Úgyhogy így ezzel kezdjük a napot, és ilyen viewpointok vannak, ugye mai nap így fölül lesz nézve. Ja, de egyébként onnan fentről jöttünk, ott vannak a kocsik, és ja, na jöjjön már az a truck! Igen. Ja, úgyhogy egész nap csak fönt veszünk a kanyarok tetején, és fentről nézzük a különböző kanyarokat, meg a folyót, ami ezt csinálta. Igen. A River-t, meg a Colorado River-t. Úgyhogy megvárjuk, jó. Hogy jöjjön, vagy? Nem. Ja. Majd, ja. Hát akkor a kövi pontra. Igen. Indulunk! Vámoszka. Ezzel a négy futóval. Igen. Igen, nem tudom, hogy mennyi fog látszani amúgy ebből, hogy látszik. Kicsit hát, látszódott. Nem, ez tök jó. Picit? Picikét? Igen, picikét. Ja, mert így, hogy fönt megyünk, így kevésbé látás az autóból, így szabad szemmel néz ki jól. De autóból nem tudom, mennyire fog látszani. De megyünk a következő ponthoz, ami a valami. Meg nem tudjuk, de majd ki lesz írva. Fel vagyunk készülve. Hát igen, erre sem nagyon készültünk fel, erre a... De hál' Istennek annyira egyszerű, mármint, hogy így egy darab főút van általában, és akkor onnan nyílnak az ilyen kilátó, vagy hát látványosságok. És egész jól ki vannak táblázva. És persze, az mindig mindenki van, ja. Kívül az a Nemzeti Parkban ez egyáltalán nem van, hogy táblázva, hogy hol van. Hogy le kell jönni az útra, ez kis devoltukban. De parkon belül már oké is. Ja. A másik nemzeti parkban azon gondolkodtam, hogy hogyan szösszönben volt az, hogy itt állatokat tenyésztettek, ugye? Hogy nem volt semmi, ez a több növényzet nagyon. De itt fönt amúgy tök sok van. Zöld. Szerintem meg ide. Ja. És ott meg már tök hegyesek, vagy havasak a hegyek. Igen. Nagyon kis szép. És már most amúgy tök, egész magasan vagyunk, szóval ilyen, azt írták, hogy ilyen 5000-6000 láb. Ha nézzük a második pontot. Ja, ez csak valami triálat, ez nem érdekes. Lathrop. Tehát sétáltunk nagyon sokat, úgyhogy most kevésbé szeretnénk sétálni. Hú, tegnap nagyon durva volt. Ja, úgyhogy kevésbé. Pedig amúgy szerintem összességében nem volt egy nagy, szerintem max 10 km volt. Hát nem tudok, hát igen, 10 km, de ugye egyrészt, hogy tök magasan van, tehát kevésbé az oxigén. Ja, mondjuk igen. Másrészt meg a hideg van, tűz a nap, egyszerűen fázol is. Megsülsz. Ja, le is égtem. És meredek. Ja. De azt nézd, tök nincsenek sokkal magasabban azok a hófötők. Igen, amúgy durva. Tényleg jó magasan vagyunk.
Nagyon hideg van kint egyébként, nagyon. De ugye nem érezni, mert süt a nap. Mármint így... ja, nagyon furcsa. Ezt nagyon nem szeretjük egyébként, hogy megsülünk. És megfagyunk. És megfagyunk egyszerre. Ez ilyen... ja. 52 fok az, az ilyen 10 fok körülbelül lehet. Nem, dehogy is. Nem. Van itt felnőtt. Hogy te? 52 Fahrenheit? Ja. Nézd, hát nem. Eddig még volt internet, most már nincs. Ide föl még a internet sem jön föl. Bazony. De különleges ezeknek a kagyarnak a tetejét látni, ugye? Uh-huh. Ez van fönt? Ki gondolná? Ja, ennyit a kanyarokról, nem semmi látszik a kanyomban. Értünk, kanyonokat nézni. És itt vannak kanyonok. De majd ezt is meg akarom nézni egyébként, hogy mitől nagy szám a Grand Canyon is. Versus ez? Versus ez, ja. Szerintem semmi, ha valaki ezt népszerűsítette jobban, majd ugye a Grand Canyon jobban felkapta. Igen, de lehet, hogy mit tudom én, az kiterjedésében nagyobb, mélyebb, mit tudom én. A tető nem lehet mélyebb. Micsoda? Mondom, a tető nem lehet mélyebb. Mondjuk az 2000 méter magasan van a teteje, onnan indul. Ahol voltunk. Ja, 2000 körül volt. Méter vagy feet? Méter. Aha. Tudtál, magas volt. Na, feljöttünk a Mesa, vagy nem tudom, Mesa, hogy mondják, Mesa Archhoz. Újabb kőhídhoz, ami itt látható. És nem vagyok egyedül, az is látható. Amikor másosban akar ezt nézni. Igen, de egyébként az a nem semmi, hogy itt az árcs mögött milyen látvány tárul elénk. Majd nem tudom, Bot, hogyha kicsit arrébb megyünk, és onnan is egy felvételt lövünk, mert egyszerűen fantasztikus. Ja, ez is egyébként ilyen holdbéli, vagy ilyen földön túli táj. És ott a háttérben mögötted meg ott a hósapkás hegy. Teljesen kihalt. Ja, ez is ilyen marsos egyébként. Megnézzük még a másik oldal. Igen. Na és akkor itt van a háttér mögöttem, ami... Igen. Csúcs, szuper. Ez fantasztikus. Vannak ilyen mini fák, azok, amik itt túlélik. Köszike. Ezt a zord időt, és ha megnéztük, az 52 fok, az 11 fok Celsiusban. Úgyhogy akkor hideg van. Igen, elég hűvös van, de annyira süt a nap, hogy igazából nem érezni. Legalábbis most. Illetve a levegőn nagyon érezni, de annyira tényleg totál éget a nap, hogy sokkal melegebbnek tűnik. Hát gyönyörű. Mit nézünk meg? Az aszték senget? Aszték fenék, igen. Aszték senget. Megöttünk van valahol. Igen. De nem látszik. Ez beautiful. Itt van ez az arch, illetve hát pont nem látszik, de ez a kőtömb előttünk. Na jól van, majd jövünk. Na, egyre jobb időnk van. Most már nincs rajtam kabát. Na, most vagyunk a Buck Overlook. És a Buck kanyonnál. És annyira különleges, nem tudom, hogy mennyire jön át a képeken, már itt a képen, de konkrétan olyan, mintha egy ilyen, nem tudom, egyszer csak egy ilyen szakadék lenne, vagy ki lenne valami így vájva a földből. Ilyen nagyon különleges. Ja. Egyszer csak így eltűnik a talaj a lábad alól. Mész, és hopp! Ja. Ott egy lyuk. Óriási gödör. Csak vannak lehet ilyen utak, meg ilyen mini folyók által vájt metrek. Ja, de igen, nagyon... igen, különleges, mert egyébként, tehát, hogyha megnézed ott a háttérben, ugye ott még magasabban, tehát még jobban kint vannak a... Kanyonok? Nem, mert olyan, mint hogy a kanyon lenne a kanyonban. Tehát úgy van, hogy ugye van az a szint, ahol mi állunk most, uh-huh. Szembe látszik, igen. Tehát azok a hegyek, és akkor alatta van egy lentibb szint. És alatta még egy lentibb. És alatta még egy lejjebbi szint.
ugye, tehát igen, ott van az a lenti szint, ott bejön itt is, meg ami itt van lent, ami itt látszik, és akkor az alatt van, ugye ott van a kis folyó is, tökre látszik, ott megy a folyó. Igen, tehát a folyó az ugye még lejjebb van. Úgyhogy ilyen háromszintes kanyon. Ja, nagyon, igen, nagyon különleges. Folytatjuk tovább az utunkat, uh-huh. A legutolsó, az már a vágy. Nem, még kettő van. Kettő. Itt meg ott. Igen. Úgyhogy majd jövünk az ittről. Meg az ottról. Meg az ottról. Szóval most vagyunk az ottnál, mert az itthez vissza kell majd mennünk, mert azt véletlenül kihagytuk. Vagy hát nem véletlenül, hanem miattam hagytuk ki igazából. Hát igen, mert azt mondtam, hogy az biztos nem az, de aztán végül megnéztük a térképet, és az volt. Úgyhogy... Az meg az ott. Az meg az itt. Az itt, igen. Igen. Meg az ott vagyunk. Most meg az ott vagyunk, igen. Na de az ott, az a... A White Rim. Grand View. Ja, igen, ez a Grand View. Igen, ez a Grand View. Overlook. És... jaj, valaki elesett, vagy megbotlott. Igen, és hát elég jól néz ki, ugye, már ahogy ide kisétálunk. Ez egy viszonylag hosszú kör, hát viszonylag, tehát az eddigiekhez képest. Kemény. Egymár. Oda, egymár vissza? Igen. Húha, hazam, hogy tényleg sok. Igen, mert tehát, igen, azért ugye másfél órát írnak erre a kis köröcskére, hogy annyi idő alatt lehet megtenni. Gondolom azért, mert mindenki lassan megy, és közben nézelődik. Igen. Úgyhogy, hát nézelődjünk szerintem, mert elég jó. Aha. Akkor hallgassunk a Vivikére. Hú. Na, rejt vagyunk, amúgy ez az már. Úristen, de durva. Igen. Vége láthatatlan kanyon. Igen. Van pár út is, azokon tök jól lehetne veretni. Aha. De ezeken szerintem lehet? Hát ha lehetne, szerintem akkor már lennének autók rajta. Gondolod? Uh-huh. Ha. De mennyire jó. Hát gyönyörű. És ugyanaz a kékes levegő van, mint a Death Valley-nél. Uh-huh. És a Grand Canyonnál is, ja, ez volt. Ja, na megyünk tovább. Igen, menjünk. Wow. Ja. Ne, légy szín, nagyon rossz rád nézni, és ki vagyok tőle. Nagyon ki vagyok tőle. Folytatódik az utunk a Grand View Overlook fele. És amiért most beköszönünk, az, hogy megmutassuk, hogy az trail, hogy vannak fölfestve, hiszen nem fölfestve, hanem lerakva a trail jelzések. Ezek mutatják, hogy amúgy a trailen vagyunk. Vannak azért nem a festék, mert szerintem lekopna így, mint fa. Tehát meg talán nincs fa, amire ráfessék. Utána valaki nagyon akarná, akkor a kövekre is rá tudná festeni. Na, megérkeztünk. Itt van a Grand View. Jöttünk, és most a sziklának a jobb oldalán vagyunk, és a másik irányba nézünk ki. Úgyhogy, illetve nem is, hanem szerintem egy csúcsba érkeztünk egyébként. Faszileg. Ja. Kicsit hasonlít ahhoz, mint ahogy elindultunk. Szabadtak úgy nézni. Igen. Ez, hogyha nagyon lusták lettünk volna, akkor megsporolhattuk volna ezt. Igen. Nem az ittnél vagyunk, azt kihagytunk, aztán még lehet, hogy visszamegyünk, valószínűleg nem. De az egy megint csak egy hosszabb túra lett volna, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy inkább most csak ilyen könnyedebb
helyekre jövünk, mint például a Green zöld folyó kilátópont. Mm-hmm. És hát a kilátás az még mindig elég jó. Ja, a folyó pedig nem zöld. Hú, nem. Az ilyen barnás. Bárlás. Igen. Tökre látszanak ezek az erek. Itt lent nézd az uh-huh. ilyen erek. Elég fantasztikusan néz ki. Na, és kivégeztük a kanyarokat. Nincs több kanyon, nem kell. Ennyi. Kanyon. Úgyhogy lecseréljük a kanyarokat. Sziklákra. Bálna. Igen, bálna kő, vagy bálna szikla. Követjük a mini sziklákat, igen, ezeket. Ezek a kitáblázás. Igen. Feltünk a cusznak a tetejére. És mind a ketten új fosunk, mint az... Fosunk. Jó, hogy két tériszonyos felmászott valami hegynek a tetejére. Persze kombó, legalább az egyik minden lenne. Ja, mindjárt megmutatom, hogy milyen. Hogyha itt maradsz, akkor én lesét, ment egy elsétálok addig. Vagy nem akarsz egyedül maradni? Jó vagyok itt. Elsőre. De szerintem egy egész jó teszt volt, hogy nem másszuk meg majd a halfdomot. Felesleges. Felesleges. Felesleges felsétálni odáig, hogy aztán tudod, hogy lejöjjünk, hogy... Hogy hát akkor thanks but no thanks. Hogy thanks but no thanks, igen. Már szerintem már az izénél... Ó, hova fókuszálsz te, Dezső? Na igen, szóval, hogy felesleges felmászni odáig. De menőn néz ki. Ugye? Mondtam, hogy ez itt durva. Igen. Lehet, hogy ezzel búcsúzom mára, nem? Igen. Igen, úgyhogy... Ja nem, hát még megyünk elvileg egy helyre. Igen? Aztán meglátjuk. Nézd, milyen zöld ott. Hát ilyen zöldes. Na és akkor ezt a napot... Ezzel a sókráterrel zárjuk. Nem, amúgy mégse ez a só. Nem? Hanem valami sóréteg volt lent. Ugye lerakódott a tengerből, amikor az szépen elpárolgat. És utána jöttek rá ugye mindenféle por, meg kő, meg szikla. Uh-huh. És nyomták lefele. És ahogy nyomták lefele, a só valahogy így utat vált magának, és úgy csinált egy ilyen krátert itt. Uh-huh. De... Egyébként ez, amit most látunk, ez sima szikla. Uh-huh. Na hát akkor ez sima szikla alatt só van, ha hiszitek, hanem ez alatt egy csomó só van. Ezt az üveg... És remélem, hogy jól értelmeztem a kis piktogramos leírást. Na és ezt az üreget pedig egy meteor fájta 200 millió évvel ezelőtt. Na de ezzel mi viszont ezzel a... Talán só, talán nem só lukkal. El is búcsúzunk. Igen. Ezután kikocsikázunk majd szépen a parkból és megmutatjuk, milyen gyönyörű az út.